Így indultak el a versenyzők a 40. alkalommal rendezett Faddombori Triathlon Fesztivál szombat délutáni sprinttávú országos bajnokság futamán. A megmérettetés 750 méteres úszással kezdődött. A triatlonosok, miután kijöttek a vízből, egyből felültek a bicikliükre, hogy Fadd és Tolna irányába kerékpározzanak 19 kilométeren. Ma a 40. alkalommal rendezünk a triatlon Faddomboriba. Szombathelyen meg egy Faddombori van, még csak ilyen verseny Magyarországon, 40 alkalommal rendeztek. Szerencsére itt van a legtöbb induló. Ma ezt meg is ünnepeljük. Egy balassalmati fafaragó kifaragott egy triatlon bölcsőjelentő alkotást, aminek ma lesz az átadása, és ide elhelyeztük itt Faddomboriba. A bicikliről leszállva a versenyzők a Nagy-Dunáig és vissza 5 kilométert futottak. Ebben a pillanatban célba érkezik a 40. sportolnak Faddombori Triathlon Fesztiválon a sprinttávon, és igazán mondhatom, hogy ez abszolút győztes. A sprinttávot a Budaörsi Triathlon Klub versenyzője Cigány András nyerte. Jó úszással kezdtünk, utána egy viszonylag kicsi bójjal nehézkesen, de együtt dolgoztunk. A csapattársam, a Wagner Tamással próbáltunk egy kicsit szétszedni a mezőnyt, hogy ne a futáson dőljön el a verseny. És végül négyen szálltunk le, azt hiszem, a futásra, és szerintem én egy kilométer után tudtam érreállni, és végig egy ilyen kellemes tempóban végigfutottuk. A versenyen olimpikonok és amatőrök, idősek és fiatalok egyaránt indultak. Gosztolya József 65 évesen állt rajthoz, azt mondja, teljesítményének titka a rendszeres mozgás. Én gondolom, hogy sikerült. Szerintem kihoztam, amit tudtam magamból. Talán az úszás és kerékpárba szerintem ennyit ilyen jól még nem mentem. Futásra meg biztam el, hogy ez a 4.45 körül így általában tudom megtartani. Nádas Romina a hamarosan kezdődő Európa-bajnokságra készült fel a dombori versennyel. Nem pihentünk rá sokat, így kicsit a futásra már elfáradtam, de szerintem egészen jól sikerült, és reméljük 2 hét múlva beépül és csúcsforma lesz a Európa-bajnokságra. A helyszínre sokan kilátogattak, hogy barátaiknak, családtagjaiknak szurkoljanak. 1:17, 1:6 alatt teljesítették a távot, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rájuk. A rendezvény szervezői megköszönték minden résztvevőnek, önkéntesnek, szponzornak és a helyi közösségnek, hogy hozzájárultak a fesztivál sikeréhez.